Véget ért a 2021-22-es tanév, megkezdődött a nyári szünet. Ez egyre több diáknál nem csak a szabadidőt és a szórakozást jelenti, hanem azt, hogy megkereshessék a hőn áhított kerékpár, autó vagy jogosítvány árát. Kezdetét vette tehát a diák munkaszezon. Azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. Múzsik Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei igazgatóságának szóvivője, az ezzel kapcsolatos tudnivalókra hívta fel a figyelmet. A bejelentésükre, az adózásukra ugyanazok a szabályok vonatkoznak a diák szövetkezeten keresztül vállalt munkakivételével, mint más munkavállalókra, így ugye rájuk is vonatkozik a 25 év alattiak adókedvezménye is. Fontos, hogy a diák szülői engedéllyel 16 éves kortól dolgozhat, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanuló is vállalhat munkát. Ennek egyik feltétele azonban az, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel. Ha nincs, akkor igényelnie kell azt a NAV-tól, de ezt megteheti elektronikus úton is. A kormány által bevezetett 25 év alattiak SZIA mentességét sem kell külön kérni, hiszen az alanyi jogon jár a maximum bruttó 433.700 forintos fizetésig. Ezzel legfeljebb havi 65.500 forinttal kereshetnek többet a 25 év alattiak, mint korábban. Fontos, hogy a munkaszerződésben meg lehet állapodni napi, heti, havi vagy órabérben, vagy akár teljesítménybérben is, de az a lényeg, hogy a diáknak meg kell kapnia legalább a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatás esetén havi bruttó 200.000 forintot jelent. A szakértő szerint érdemes felkeresni egy iskolaszövetkezetet, ahol segítenek a választásban és a biztonságos, szabályos munkavállalásban. A részletes tudnivalókat a NAV honlapján is megtalálhatják az érdeklődők.